A téli-tavaszi fagykárok és jégkárok sújtotta a mezőgazdasági termelők veszteségeik enyhítésére 100%-os kamat, kezességi díj, illetve kezelési költségtámogatást, valamint egyéb költségtámogatást vehetnek igénybe. A finanszírozási lehetőséggel az erről szóló rendelet mellékletében meghatározott 915 településen székhelyjel, fióktelepel, telephelyen rendelkező vállalkozások élhetnek. A támogatás az ültetvény minősítésű földterületek után vehető igénybe, hektáronként legfeljebb 1 millió forint hitelösszegig, az augusztus 8 és a december 31 között megkötött és hatályba is lépett hitelszerződésekkel. Az Agrár Széchenyi Kártya hiteligénylések száma továbbra is növekszik. Az adatok szerint a 2011-es bevezetése óta mintegy 10 000 igénylést fogadtak be. Az átadott kártyák száma megközelíti a 8 000-et, a kihelyezett hitelösszeg elérte a 67 milliárd forintot. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamaránál is igényelhetők Széchenyi kártyák. A mikro, kis és közepes vállalkozásokat már 15 éve segíti a program. A legnépszerűbb a Széchenyi kártya folyószámlahitel, amelyet 50 millió forintig tudnak igénybe venni a vállalkozások, jelen pillanatban 3,15%-os kamattal. Azon vállalkozásoknak, akik például gépeket, esetleg ingatlanokat szeretnének vásárolni, vagy valamilyen fejlesztésben gondolkodnak, a Széchenyi beruházási hitelt ajánlják. Ez legfeljebb 50 millió forint összegben, akár 10 éves futamidőre is igényelhető. A megyei első féléves adatok azt mutatják, térségünkben is megnőtt a kereslet a Széchenyi kártya hiteltermékei iránt. Csak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarához több mint 260 igénylés érkezett 2017 első félévében. A kihelyezett hitelállomány megközelíti az 1,9 milliárd forintot. A legdinamikusabban az Agrár Széchenyi kártya hitelállománya növekszik, már most elérték a tavalyi hitelállomány 90%-át.